Az ítélet rák. Részlet a Magyar Rák ellenes Liga legújabb reklámfilmjéből, amellyel arra buzdítják az embereket, hogy nekik ajánlják fel adójuk 1%-át. A reklámban azért kap a vádlott rákot büntetésül a bírónőtől, mert nem sportolt és egészségtelenül élt. A film üzenete komoly indulatot váltott ki az emberekből, akik szerint nagyon rossz üzenet az áldozat hibáztatás. A Rák ellenes Liga elnök helyettese szerint a reklám alapmondani valóját sokan félreértették. A célcsoportot azok az emberek alkotják, akik az életmódjukkal fokozatosan teszik ki magukat annak a veszélynek, hogy daganatos betegség alakuljon ki a szervezetükben. Azért mondtam, hogy Rangos Kati témája, mert nemrég adott ki egy könyvet, az orvosokkal folytatott beszélgetéseidet adtad közre. Ezúttal is köszönöm, hogy szóba hoztad, ám de... Ez maga az agyhalál. Hát a célcsoport egyébként, amiről itt szó van, az nem az a rákveszélyes ember, hanem az, akinek adnia kellene 1%-ot, és akibe belefagy így a vérkeringés leáll, vagy nem tudom micsoda, hogy mi van, hogy én vagyok a felelős. Ennek adjam az 1%-ot, aki azt mondja, saját maga kereste a baj. Rákos vagy, dögölj meg, mert rosszul éltél eddig. Ennyire rossz filmet én meg életemben nem láttam. Zoli? Én dolgoztam a reklámban, és én is azt szoktam mondani, hogy az én ízlésem szerint egy film jó vagy rossz, az abszolút semmit nem jelent, mindig a hatékonyság dönti el. Ha sok 1%-ba fog eljutni, akkor azt kell mondani, hogy ez egy kitűnő film volt. Mert egyébként, hogy mondjam, ami Magyarországra jellemző, hogy valóban nem foglalkozunk az egészségügyel, tehát saját egészségünkkel, ez egy igaz megállapítás, hogy ezt hogy mondjuk el, és ez kontraproduktíve vagy hatásos, az természetesen a közönség reakciója, magyar. Nekem is a felé hajlik a véleményem, hogy nem biztos, hogy sok ember fog arra indítani, hogy azt a bizonyos 1%-ot odaadja, de hogy a film egy teljesen valós problémát vett fel, és mondja el jól, rosszul, az természetesen igaz. Tehát itt ez egy nagy ellentmondás. Nem tudjuk, hogy hatékonya, ugye a klasszik mindenki szidja azokat a mosópor reklámokat, amikor van az egyik mosópor, és a közönséges mosópor, és a mosópor, és ugye azok mennyire nem működnek, miközben azok nagyon jól működnek, nagyon jól adják a mosóport a közönséges mosóporral szemben. Szóval nem tudjuk, hogy ebben esetben is ez lesz a helyzet, de azért én úgy gondolom, hogy azért az ízlés, hogy mondjam, létező dolog a világon, és nem feltétlenül kell belegázolni embereknek az érzéseibe ahhoz, hogy valaki egy üzenetet elmondjon. Igen, mert tulajdonképpen itt az előbb az Anita hozta szóba, hogy van az embernek egy olyan szférája, a legintimebb szférája, amiben az egészség beletartozik. Tehát megbélyegezni embereket pusztán azért, hogy ők betegek, mert tulajdonképpen ez történik, azt szerintem egy aljas dolog. És egyébként ez nagyon jól ráilleszkedik arra az ívre, hogy tehát volt ugye az a mantra, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, de vagy ezek szerint de mégis, mert ráuk így van egy ilyen vélelem is, hogy ők biztos, hogy tehetnek róla, és akkor nem beszélünk prevencióról, nem beszélünk, ugye sorolhatnánk itt, így vége hossza nincsen, arról például, hogy hogyan működik ma Magyarországon a diagnosztika, tehát ahol beesett egy műtőbe egy madár, ahol WC-papírt kell a betegnek magának vinni, azt akarja, vagy hónapokat vár, mondjuk pont egy MRI-re, vagy egy CT, vagy egyáltalán, akkor miről beszélünk? Tehát mindenkinek azért magába kéne szállni, és szerintem ami még nagyon fontos üzenet, ami itt kimaradt, amellett, hogy szerintem egyébként teljesen kontraproduktív, de mondjuk annyiból elérte a célt, hogy mi is beszélünk róla, és akkor emiatt... De már lekapták, már nincs ez a film. Hát szerencsére valahol. Nagyon érdekes volt ennek a metodikája, hogy az első körben megpróbálták védeni az álláspontjukat, és az, hogyha valami militánsan szembefordul egyébként betegekkel, elesettekkel, nem tudom én micsodákkal, az olyan ellenérzéseket vált ki azokból a körön kívül álló emberekből is, akiknek hál' Istennek nincs rákjuk, de most már nincsen gyakorlatilag olyan család, ahol ne fordulna elő daganatos betegség. Tehát, hogy egyszerre arcba rúgni, nem tudom én, 2-3 millió embert, az valami egészen elképesztő. Én érezem, amikor lelkes amatőrök csinálok egy reklámot, ahelyett, hogy megbíznának profikat. Ez egy fontos tanulság szerintem. Igen, a kivitelezés is pocsék. Azért az érdekes, hogy mi itt egyfajta ízlés szempontjából minősítjük ezt a filmet, és nap mint nap találkozunk azzal, hogy a mi ízlésünknek megfelelő politikai metódusok hogyan lehetnek nyerőek. Márpedig itt pontosan ezt látjuk, hogy a mi ízlésünk szerint teljesen kontraproduktív politikai momentumok, lásd Orbán Viktor, Ronald Trump, stb.,
olyan sikereket érnek el, amire mi tuti lennénk, vagy néhány évvel ezelőtt még a politikai mainstream is azt mondani, hogy teljesen kontraproduktív. Ezzel lehetetlen befutni. És rám. Azért nem ezt a filmet értékelve. Most lássuk ezt be, hogy a mi értékítéletünk sem 100%-osan. Vagy vissza kell szorítani az embereket tényleg a tartalomközpontú közbeszédre, tehát amikor tényleg azzal kell foglalkozni, amiről szól. Vissza kell szorítani. Tessék oda nézni. Másodpercre pontosan lett vég az első résznek. Ennyire, ilyen képességeim vannak, hogy másodpercre. Megkapjuk a csokit. Még ez is.